úgy vélem ideje lenne pontot tenni az AtomStack X széria végére, így az X7, az X20 és az X30 után, igen, mondtam az X40-re is, méghozzá a Max, vagyis a megnövelt vázú változatra, de ha még itt se javították ki a már sokszor említett hiányosságait, akkor végleg leírom ezt a szériát. Méretes kartondoboz, amiről az utolsó jelzést nem én szedtem le. Nem mondom, hogy ez a legpraktikusabb csomagolás, de azért hozzá lehet jutni a beltartalomhoz. Gondosan ráragasztva kapunk egy kis ajcsit, ami egy alátét acéllemez. Kapunk egy többnyelvű, csak összeszerelési utasítást a géphez, egyet pedig a légbefúváshoz. És itt lapul a gép is, ugyanolyan profilokból, mint előző társai, csak ezek most sokkal hosszabbak. Az unboxingolás felvételéhez egy kicsit kicsi a munkahelyem, de minden tartozékát megkapjuk, akár csak korábbi társainál. Az összeszerelését nem részletezném, mivel van róla egy videója a gyártónak, de nem egy bonyolult, viszont annál helyigényesebb művelet. Megtaláljuk rajta a korábbi társaitól már megszokott, és egyébként elengedhetetlen, de semmit nem érő certifikátet, és jöhet a lézermodul, ami nem kicsi, de inkább nagy. Alulról a hűtőbordák olyanok, mintha kalapáccsal finom hangolták volna őket, és nem biztos, hogy előnyös csak így szabadon hagyni a paneljét, még akkor sem, ha felülről fújja a ventilátor. Kettő csavar tartja a helyén, de valahogy a helye eléggé löbötyke. Szétszedtem hát, és nem akartam hinni a szememnek, hogy egy félmillás gépnél ez a precíz magasságállító. És nem a csavarok alazák. De én aztán biztos nem javítgatom, szóval visszaszereltem így. Szerencsére az egész szerkezet hasonló precizitású, így az alsó és felső részeken befeszül a kocsi. Tehát letekertem, megszorult, azt jó van az úgy. De ne csak a rosszat lássam meg, fejlesztettek is. Korábban a kompresszor teljesen függetlenül volt kapcsolgatható, ami mondanom sem kell, nem egy túl jó megoldás. Itt viszont most kapunk egy vezérelt kábelrészt, gondolom ezt volt legolcsóbb megvalósítani, de az elosztó vezeték és a tucatnyi csatlakozó továbbra is megmaradt, az aránylag rövid levegőcsővel együtt, amit valahova el kell rendeznünk, mert azért jó lenne, ha a pánik gomb hozzáférhető lenne, de végül úgyse lesz az. Bekapcsolva indul a hajszárító. Habár az előző volt hajszárító, akkor ez egy nagyon hajszárító. A kijelző a régi, de új a kezelőfelület kinézete. Mondjuk a funkciók nem változtak. Ahogyan a csipogása sem, amit igazából kikapcsolhatunk, de a ventilátortól úgysem halljuk. És hiába vártam, hogy mivel nem használom, majd elhallgat a ventilátor, ennél bizony nem hallgat el. Viszont ahogy néztem és várakoztam, mintha egy kicsit csálé lett volna a lézermodul, és hát igazából nem kicsit az. Ez pedig még mindig egy certifikátes, félmilliós gép. Jól látszik, hogy a rögzítő csavarok úgy mindenfelé állnak. Meglazítva őket pedig azt tapasztalhatjuk, hogy bizony van állítási lehetőség bőven. Beállítottam, így jöhetett a munka ezzel a gigantikus géppel, és a hozzá kapott mini acéllemezzel, amihez csak gratulálni tudok, kedves gyártó. Fogtam hát a Creality Falcon 2 alátétjét, ami alumínium, nem pedig acél, ami az első vágásnál a hőhatására használhatatlanra hajlik, és a mégsejtrácsos alátétet, mert anélkül nem igazán érdemes vágni légbefúvás használatával, pláne nem egy ilyen teljesítményű géppel. Persze van az AtomStacknek is ilyen alátét rácsa, de ehhez a géphez kettő kell belőle, vagyis még egy laza 100 000-rel számolhatunk. Kapunk a géphez pár fadarabkát a teszteléshez, pár pótcsavart és egy SD kártyát, amin találunk használati utasításokat, szoftvert és paramétertáblázatot, de tesztfájllal nem kedveskedtek ezúttal. Megkapjuk viszont a már megszokott telefonos applikációt, amin sajnos semmit nem fejlesztettek, pedig nem ártott volna. Továbbra is minimális dolgok elvégezhetőek belőle, időnként átvált kínaira a nyelv, és direktben csatlakozik Wi-Fi-n keresztül a gravírozóhoz. Mint más gyártók esetén, itt is egy idomszert kapunk a magasság beállításához, és különböző magasságot tudunk beállítani vágáshoz és gravírozáshoz. Az első gravírozásnál, mivel egy kicsit gyenge beállítást választottam, így utólag megnöveltem az erőt, hogy látszom, mit gravírozok. Ahogyan az divat manapság az ilyen nagy teljesítményű gépeknél, van egy teljesítményfelező. Egyik állásban 48 wattos a lézernyaláb,
Míg ha átkapcsoljuk, 24 wattra vált, és valóban látszik a gravírozáson a változás. Mellesleg irányadó értékeket a sebességre és a teljesítményre vonatkozólag csak maximális teljesítményhez, azaz 48 watthoz adnak, így azért kell vele kísérletezni, mielőtt valóban használni kezdenénk. Az mondjuk nagyszerű dolog, bár nem igazán látom hasznát, hogy akár menet közben is tudjuk váltogatni a teljesítményét, mivel teljesen analóg módon történik, egy kattanós kétállású kapcsolóval. A munkadarabon egyértelműen látszik, hogy hol melyik teljesítmény volt aktív, és a végeredmény meglepően jó kartonon. De célszerűbb számítógépről használni, melyhez kapunk egy nyúlfarknyi kis kábelt, ami nem ér el a gravírozó jobb oldaláig. Tehát ezzel csak a balján lehet a PC, ahol mellesleg a kompresszor is van. Két tesztkártyát gravírozva ugyanarra az anyagra, egyértelműen látszik, hogy a két teljesítmény jelentős végeredménybeli különbséget mutat. Rétegelt lemez vágásánál remek munkát végez. A felületek füst és korommentesek. Kipróbáltam több körös vágás esetén is, ekkor természetesen kissé füstös lesz a végeredmény, de szerencsére elég erős az egykörös vágáshoz is. Más gyártóknál a kisebb teljesítmény pontosabb vágást eredményez, ez esetben viszont nincs összefüggés a teljesítmény és a vágás szélességek közt. Van azonban nagyobb probléma, méghozzá, hogy pontatlan a mozgás. Ugyanis ha ez valóban kör lenne, akkor körbefordulna a lyukban. Ez viszont egy ellipszis. No de használjuk arra, amire valóban való, nagy képek gravírozására. Mert a 800x400-as munkafelülete valóban méretes, és ha van ekkora alátétünk, nagyszerű, hogy akár egyben sok dolgot is legyárthatunk, és nem kell folyton anyagot cserélni. És ha szükséges, gravírozhatunk is ilyen nagyot, bár szerintem ritkán van erre szükség. Ami a sebességét illeti, megint ígérnek nagy számokat, és bár konkrétan lemérni nem tudom, de véleményem szerint ez továbbra sem valós. Ami a lézermodult illeti, eddig nagy teljesítményűvel nem tudtam igazán szép képeket gravírozni, viszont itt valamit nagyon eltaláltak, mert kimondottan szép a végeredmény. Az elképesztő teljesítményének köszönhetően simán vágja a fenyőfát is. Egy körben majdnem két réteget is átvág belőle, de maradjunk csak az egy rétegnél, mivel azt tökéletesen vágja. De a probléma mindig a kis dolgok vágásánál van, mert az általában elég. Így vágtam vele egy csillagot. Ami a minimális füstöt leszámítva, szerintem tökéletes lett. De emeltem a téten, és egy kivágott csillag köré vágtam egy másikat 1 mm-rel kijjebb, amely esetén leesett az állam, mert én még ilyet nem tapasztaltam korábban, hogy fenyőből ez ne csak hamuként jöjjön ki, hanem tényleg ki lehessen belőle vágni, viszont azt leszámítva, hogy egy kicsit kormos lett az alja, szerintem ez kimondottan jól sikerült. Egy valamivel tömörebb anyagra is ráengedtem, de miután kissé plazmavágásra emlékeztetett a dolog, és a füsttől már nem láttam semmit, inkább pánik gomboltam, utána pedig szellőztettem. Az anyagot nyilvánvalóan nem vágta át, de pontosan az ilyen helyzetek miatt említettem, hogy a szabadon álló vezetékek az aljában nem biztos, hogy annyira előnyösek. Mivel ha valami kigyullad alatta, akkor direktben éri őket a láng, és ha az ott elég, akkor igazából oda az egyetlen értékes része a gépünknek. Ilyen teljesítménnyel simán vágja az 1,1 mm-es acéllemezt is, még a 3/10-esnél ugyanazt produkálja, mint hasonló teljesítményű társai, és éppen ezért mókás, hogy egy vékony acéllemezt adtak hozzá alátétnek, amit igazából több körben át is tudna vágni. Mivel többször felmerült kommentben az üveg vágása, így kipróbáltam vele azt is, természetesen előtte az üveget lefújtam fekete akrilfestékkel, de igazából nem lehet vele elvágni. Egy ideig valószínűleg vágja vagy inkább olvassza az üveget, majd egy idő után akkora lesz a hőkülönbség az üveg egyes pontjai között, hogy egyszerűen a feszültség miatt elreped. És ezzel nem is csak az a probléma, hogy el fog repedni az üvegünk, hanem az, hogy sok apró darab törik ki belőle, így nem csak, hogy nem lehet vele vágni, hanem még veszélyes is. Összegzésképpen tehát nem töri össze magát a gyártó a fejlesztésekkel. Persze nagyszerű, hogy már görgőkön fut a lézermodul, és energialáncot is kapunk mindkét tengelyen, és alapvetően használható ez a gép is, mert kapunk rajta egy nagy teljesítményű és jól működő lézermodult, de ilyen árkategóriában szerintem közel sem ez lenne az elvárás, mert ha valamivel olcsóbb lenne, akkor még elnézi az ember ezeket az apróbb cseprőbb hibákat, amik vannak rajta, mert kárpótolja a többi rész, de szerintem így ez nem állja meg a helyét. Én viszont most megköszönöm a megtisztelő figyelmet, és a legközelebbi alkalomig.
Sziasztok!